Sikasszó völgyében elhelyezkedő Sikasszó nevezetű patakon horgászunk. Elsősorban a pisztráng az, ami ide csal minket. Persze ez mellett megtalálható még domolykó, elég szép számban, amelyek a mögöttünk található zetevárajai víztározóból úsztak fel ebbe a patakba. Nyáron megfelelő életkörülményeket találnak maguknak, jól érzik magukat a pisztrángokkal együtt, ennek mi annyira nem örvendünk. Némileg a pisztrángok elől eleszik a táplálékot, de mind a kettő hal, mind a kettőt szeretjük, egyiket se írtjuk, megférnek egymás mellett. Ami igazán illik ez a vízhez, az a műlégyder, ugyanúgy körforgóval is, bármilyen más csalival megfoghatók. Ezen a patakon a legyezős horgászathoz mindenképpen illik egy 7,6 lábas, 3-as osztályú bot, egész finom szerelék. Először is, mert kicsi a patak, tehát nem igényel hosszú botot, és a halak megfogásának is nagyobb az élvezete. Kimondottan nimfával horgáztam, süllyedő bogárutánzatokkal. A horog méret 12-es, 14-es. Próbáltam kisebbel, egészen 16-os, 18-as nimfával is horgászni, de valahogy azokat nem vették el a halak. Fontos a kövek megemelése, hogy megnézzük, milyen bogarak mozognak az adott időszakban víz alatt, és ahhoz igazítani csaljainkat.